A belvárosi általános iskola aulájában mutatkoztak be a közönségnek a dombovári autómentes és sportnap meghívott vendégei, Bacskai Balázs és Bacskai Imre, profi ökölvívók. Elért eredményeik, sikereik, nehézségeik is telítékre kerültek. Hát 7 éves korom óta ismerkedtem meg az ökölvívással, a szüleim révén, illetve a testvéremnek a kapcsán. Először nem szeretem bunyózni, mint ahogy már sokszor azt elmondtam, hanem motorversenyzéssel szerettem volna foglalkozni, aztán végül is az ökölhívás mellett döntöttem. Aztán 13 éves koromtól kezdődően gyűjthettem már az eredményeket, hiszen akkor lehetett kezdeni versenysporttal foglalkozni, versenyezni, és szerencsére azon ritka a sportolók közé tartozott, akik 13 éves korától kezdődően azért már voltak az aktuális korosztályból kiugró eredményei, amik folyamatosan arra ösztökéltek, hogy különböző címeket tudjak szerezni magamnak, és úgymond mindig legyen előttem olyan motiváció, hogy mit szeretnék elérni ebben a sportágban. Persze természetesen kiskoromban kitűztem azt, hogy világbajnokra szeretnék lenni, Európa bajnok lenni, meg olimpiai bajnok szeretnék lenni. Az Európa bajnoki cím meg a világbajnoki címet sikerült megszereztem, illetve a legelső, legfontosabb lépést, hogy az országban én tudtam lenni az aktuális magyar bajnok, úgyhogy ezek kapcsán tudtam kijutni világversenyekre. Az olimpián sajnos olyan kiugró eredmény nem tudtam elérni, de az is nagy dolog volt, hogy kijutottam Rióba. Aztán most profi világbajnok szeretnék lenni, most már az interkontinentális címet megszereztem, de azért ezzel a 20x éves pályafutásom alatt azért sok olyan címet begyűjthettem, amire nagyon büszke vagyok. A beszélgetést követően kesztyűt ragadtak, és a Lampert Gábor boxteremben tartottak edzést a dombovári ökölvívó palántáknak. Az Európai Autómentes Nap alkalmából a város önkormányzata számos programmal várta az iskolásokat és az érdeklődőket. A rendezvény részeként a belvárosi iskolában körversenyek kerültek megrendezésre, körversenyt követően beszélgetés volt a meghívott vendégekkel, elmondták életpályájukat, céljaikat, célkitűzéseiket. Az edzőteremben láthatóvá válik majd az, hogy hogyan történik nálunk egy edzés, egy hétköznapi edzés, amit most nem a saját edzőink, hanem meghívott edzőink fognak levezényelni. Az Európa és világbajnok profi ökölvívó címet már elérte, de vannak még céljai az emberpróbáló sportágban, mesélte Bacskai Balázs. Az egyik legnagyobb küzdelemére büszke vagyok, most nem is meccset mondanám, hanem azt, hogy saját magammal szembe vagyok a legbüszkébb, hogy a legtöbbször nem is az ellenfél személye vagy az eredmény a nagy dolog, hanem saját magunkat legyőzni. Én nagyon sokszor sikerült meg magamat legyőzni, mert tényleg többször volt az életemben olyan fordulópont, amikor azt éreztem, hogy elment a kedvem a sportáktól, vagy abba szeretném hagyni, mert mondjuk olyan élmény érte, hogy kudarcba fulladtam, hogy elvették a meccsemet, akkor azt gondoltam, hogy igen, elég volt nekem. És akkor magammal való csatákat volt a legnehezebb szerintem megnyerni, úgyhogy talán erre vagyok a legbüszkébb, ahol meg az eredmény, a pályafutásomat tekintve, akkor meg arra, hogy Európa-bajnok lettem, világbajnok lettem, és most profi interkontinentális bajnok lettem, illetve még az, hogy tényleg azért az olimpiára kijutottam, ahol rajtam 16 sportoló jutott ki az egész világról. Ha minden összejön, decemberben lesz a következő nagy mérkőzése. Ha pedig egyszer végleg leteszi a kesztyűt, szeretne a sporták közelében maradni. Szeretnék versenyzőkkel is foglalkozni, bár mondjuk azt talán még inkább a távlati tervek. Egyelőre, amit már elkezdtem a hobbistákkal foglalkozni, kisebbekkel, fiatalabbakkal, lányokkal, fiúkkal, úgyhogy ez már megjelent az életemben, de mindenféleképpen azt mondom, hogy vagy segíteni a sportolókat, vagy a versenyezni vágyókat, hogy ráterjenek el a sportágra, vagy népszerűsíteni, és utána szerintem meg az, hogy az edzői pályafutásban az én tapasztalatomat átadni a feltörekvő generációnak, és egy kicsit eredményesebbé tenni ezt a sportágat. Elégedett volt a dombovári ökölvívók teljesítményével Bacskai Imre. Ahogy fogalmazott, a fiatalokban van akarat és fegyelem. Mindez elengedhetetlen ebben a sportágban. Ami tetszett nagyon, hogy mindenki oda tette magát, és láttam, hogy próbáltak csapatba is gondolkodni, és egyénileg is próbáltak megtenni mindent. Amit láttam, nagyon tetszett, ezt most csináltuk először. Mind a labdajáték, mind a többi, ez egy teljesen új gyakorlat, nem gyakoroltuk. Meg vagyok elégedve, láttam az akaratot, láttam a fegyelmet, nagyon jó kis csapat van itt. Én szeretnék visszatérni. Mikor? Az a baj, hogy annyira sajnálom magam,
hogy most ugye nyugdíjas lettem, és most már szeretném élni a nyugdíjas életemet, hogy azt csak akarok, és most küzdök magammal, hogy most tényleg akarok belevágni egy olyanba, ami nem egyszerű, mert egy hosszú távú dolog, és ez páros a gyerekekkel, vagy a felnőttekkel, vagy inkább élvezem az életemet, ami még hátra van, és egy kicsit úgy nehéz még döntenem. Nem tudom, meglátom. A box nagy ágyúival való tréningezés a résztvevő fiataloknak is nagy élmény volt. Nagyon sok jó tapasztalatot kaptam a mostani edzésről, hiszen egy nagyon nagy emberrel edzettem együtt, és az apukájával. Nagyon szeretem egyébként ezt a sportágat, és egy nagyon nagy élmény volt számomra, hogy ők adhattak nekem tanácsokat, amit eddig nem tudtam.